Nyakunkra farsan, kétségtelenül mindjárt egyik buli követi ugye a másikat, és mi ma itt a Trendmániában megpróbálunk némi karneváli hangulatot kölcsönözni, legalább a körmeinknek, és ezzel kedvet hozni a farsangi időszakhoz. Imola, melyik a legjellemzőbb színek? A farsang hagyományosan egy népszokáson alapuló ünnep. Ilyenkor gyakorlatilag a téli időszakból megyünk át a tavaszi időszakba, tehát elvethetünk mindenféle visszafogott, zárkózottabb viseletet, és teljesen kiszabadulhatunk. Élénk, harsány, vidám színekbe öltöztethetjük akár magunkat, akár a körmeinket. Tehát színekben bátorság, azt javaslod, azonban lehetünk vakmerőek a motivumok területén, és sőt, abban talán pláne lehetünk. Motívumokban, színekben, formákban, kiegészítőkben bátran szárnyalhat a fantázia. Ilyenkor minden megengedett. Tollak, tülkiegészítők, gyöngyök, egészen feltűnőek is lehetünk. Hozzáöltözhetünk a különleges karneváli farsangi viseletünkhöz. Szerintem a nagy kérdés, legalábbis a köröm készítést illetően a forma adja. Vajon orosz mandula, vagy a klasszikus a formák érvényesülnek? Feltételezem, itt is valami újszerűség lehet az asztalon. A körmös asztalon ugye a készítéskor. Én ilyenkor mindenképpen azt javaslom, hogy valami egészen merészet használjunk, térjünk el a megszokottól, a hagyományos hétköznapi viselettől, lehet teljesen hosszú, extrém stiletto, orosz mandula, bármilyen forma lehetséges. Azt tudnám mondani, hogy ha valakinek nincs még ötlete a farsangi körömformákra, akkor bátran nézelődjön az interneten, mert ebben a témában egy különleges nemzetközi körömdíszítő versenyt is indítanak. Érdemes ott körbenézni, lehet ötleteket meríteni. Anita, számodra mit jelent a farsang természetesen a körmökön? Miként nyilvánul meg? Például formában? Formában, ha választhatok, akkor inkább az extrém formákat választom. Abból is az extrém stilettóra gondolnék, arra készülök. Mivel, hogy nem egy hétköznapi körömről beszélünk, hanem annál inkább egy extravagánsabb, látványosabb, mutatós, egy kicsit meghökkentő is akár, ezért egy extra hosszú stilettóra gondolnék, azt szeretném elkészíteni. Az milyen hosszú, ha hát extra hosszú? A körömágy hosszához képest 5-6-7, akár 8-szorosa is lehet. Az igen. Ezt akár sablonok összeillesztésével, vagy hosszú extra stiletto sablonokkal tudom elkészíteni. Anita, ha valamikor kirúghatunk a hámból, legalábbis a körök formákban és színekben, az mindenképpen a farsang, minden kétséget hizárban. Pici állatokat képzeljünk erre? Ha természetesen, akár van. Festve, akár háromdimenzióval elkészítve, akrillal, akvarellel, színes zselével, színes porcelánnal, bármi. Minden technika belefér. Hatalmas eszköztárunk van erre, igen. A választásodban melyik a két domináns szín? Én mindenképpen a türkiz, mint a tavalyi év nagy divatsláger színe, ami a telet jelképezi, és a narancs vagy mandarin szint, ami az idei év nagy sláger lesz. Mindenképpen ez a két szín együtt nagyon szépen kombinálható, nagyon látványos, és ugyanígy extravagáns is lehet.